Sziasztok srácok! Betoppant egy újabb frissítés, amiben nem sok skin és emote jött, bár annál inkább több eventes dolog. És sajnos egy helyszínt ki is nyírtak. De először nézzük meg azt a kicsi felhozatalt. Ebben a frissítésben beköszöntött az Air Royale nevezetű LTM, amiben repülőkben harcolunk. Ez az LTM hozott magával egy challenge listát, amiben vadonatúj wrappeket lehet feloldani. És itt van egy új skin, egy pilóta, ami legendary és négyféle verziót kapott. Nézzük meg a többit. Ez kell! Kilíkelődött még egy Nyuszi Ninja is, bár ezt nem tudták eldönteni, hogy Save the World-be fog jönni, vagy Battle Royale-ba, ez majd hamarosan kiderül. Igen srácok, több skin nem jött, sem emote. Az a gyanúm, hogy szerintem a fájlok közé rejtették el a skineket úgy, mint anno a Dark Bomber, és nagyon remélem, hogy igazam van, mert ez így kevés. És igen, ez lesz a Week 8-as töltőképernyő, nagy meglepetést nem okozott, itt van Ruin, megérkezett. Ugye a koordináták, amik a tűzben vannak, elvezetnek az ingyenes tírcsillaghoz. Ez a frissítés inkább az eventekkel foglalkozik, szerintem azért nem volt annyi skin meg emote. És tényleg felásták lootléket, és a föld alatt valamiféle csésze aljnak tűnik, valami idegenszerű dolognak. Hát nem tudom srácok, hogy ez egy bunker lesz, vagy mi lesz, ott lesz a katonai bázis, ez majd hamarosan kiderül, lehet, hogy már a hétvégén. Az event hangokat a holnapi videómban fogom bemutatni. Készen állunk egy újabb kajacsata LTM-re, hiszen a Durburger feje visszakerült, és így már farkasszemet néznek egymással. Különös Durburger és Tométós telefonok jelentek meg Polar Peakben és a Vulkán körül. Vajon mik lehetnek ezek? Ha tippálnám kéne, a kajacsata LTM-hez fog tartozni, vagy esetleg egy Wiki Challenge. Snoopy Shortsban megint elfoglaltak a vikingek egy házat, és már csak egy maradt hátra. Az utolsó épület lakói tudják, hogy jön a végzetük, így hát körbefalaszták magukat, és várják a csatát. A kőfej páros története ismételten folytatódik. Miss Kőfej asszonyságnak sikerült átúszni éppen a láván, és most Mr. Kőfej jön le a hegyről, hogy találkozhassanak végre. Ez egy igazi true love story, és vajon happy end lesz a vége? Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Tudom, sajnos rövid lett, de holnapi teórián viszont hosszú lesz, szóval érdemes lesz megvárni. Nagyon sok mindenről lesz itt szó, megpróbáljuk rájönni, hogy mi lesz a season végén, vagy mi ez a nagy fémes dolog. Na köszi, hogy megnéztétek a videót, a Super Creatoromat meg ne felejtsétek el használni. Köszi szépen, sziasztok!